legyen a 5500 forint. Azonban déli szomszédunkhoz látogatunk, varázsolni kell tudni azoknak a családoknak, akik Szerbiában minimálbérből élnek. A kormány által garantált minimálbér ugyanis jelenleg a 9600 dinár, azaz alig 120 euró körül alakul. Ugyanakkor csak az átlagos fogyasztói kosár értéke 2,5-szerese ennek az összegnek. Hol vannak még a rezsi és ruházkodási költségek? Az emberek a főmunkájuk mellett még legalább 2-3 más tevékenységgel is foglalkoznak, csak hogy fenntarthassák családjukat. Hogy ott hagytuk abba, hogy területi különbözőségelni előtte egy kicsit ahhoz kapcsolódóan, ami elhangzott itt a szerbiai összeállításban, feltük abba az imént, hogy valahol könnyebb, valahol nehezebb a minimálbérből megélni. Hogyan alakul ez Magyarországon? Hát nyilván hol elég többre ez a pénz? Kisebb településeken kisebb... Mit mond a szakember számára? Rosszul élünk, vagy egyáltalán a gazdasági helyzetet jellemzi, vagy mi az, amit erről a szakember, vagy ebből a szakember lát? Az természetes. Hamarosan szó lesz arról, hogy milyen anyagi támogatással szeretnék hazacsalogatni külföldről azt a 2 millió munkavállalót, akik évek óta Romániától távol dolgoznak. Emlékeznek még főleg Erdélyben hajnali sorbanállás, egy liter tejért és 2 joghurtért nélkülözés, az aranykolt éltető nagy gyűlések. Ha jótékony feledés fátylat borított emlékeikre, és most múltat idéznének, akkor elmehetnek a kommunizmus propaganda és valóság című kiállításra. A bukaresti Történelmi Múzeumban a korabeli felvételeket, képeket Nikolaj Ceausescu személyes tárgyait bemutató tárlat rendkívüli sikere még a szervezőket is meglepte. Ez volt a világunk pénteken, hétfőn Mucsányi János várja majd önöket, a téma pedig a gyermekszegénység lesz. Én munkatársaim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, legyen szép hétvégéjük, viszontlátásra!